Kedves nézőink, az már szinte elvárás fiatal oktatóinktól, hogy kapcsolódjanak be a nemzetközi konferenciák légkörébe saját kutatási témáikkal. Az előadók között természetesen szép számmal találtuk az Eszterházy Károly Főiskola tanárait, akik közül most az e-learning könyvtári vonatkozásairól és oktatástechnológia és informatika viszonyáról kérdeztünk két fiatal oktatónkat. Az elektronikus tanulás a könyvtárat sem hagyja érintetlenül, természetesen föl kell készülni erre a könyvtárnak. Milyen helyzetképet tudunk mondani az e-learning szempontjából? Pillanatnyilag azt lehet elmondani a témával kapcsolatban, hogy az e-learning rendszerek és a könyvtári rendszerek közös pontjait keressük világszerte. Magyarországi viszonylatban talán kicsit kevésbé megoldottnak tekinthetők ezek a problémák, mint külföldön. Általában elmondhatjuk a hazai helyzettel kapcsolatban, hogy Magyarországon a hagyományos könyvtári környezetbe beépülő elektronikus dokumentumszolgáltatás az, ami a legjellemzőbb, és kifejezetten hazai jellegzetesség az, hogy úgy gondolom létezik külön egy e-learning ipar, és léteznek külön a könyvtárak. Nagyon minimális az a kapcsolódási pont, ami pillanatnyilag a kettő között található. Úgy gondolom, hogy ezt szolgálják az ilyen rendezvények is, hogy ezeket a kapcsolatokat szélesítsük, bővítsük, és meg kellene találni azokat a szerkezeti kapcsolódási pontokat, ahol ezt a kettőt közös nevezőre tudjuk hozni. Már csak azért is, mert hogyha megnézzük a külföldi megoldásokat, tulajdonképpen azt vehetjük észre, hogy a külföldi nagy egyetemeknek és általában a külföldi felsőoktatási intézményeknek az egyik jellemzője, hogy az e-learninges vagy távoktatási kurzuskínálatok nem feltétlenül az egyetem vagy a felsőoktatási intézmény honlapján, hanem az intézmény könyvtárának a honlapján jelennek meg. Tehát tulajdonképpen ott a könyvtárból kiindulva, vagy a könyvtárral közösen dolgozva történik az e-learning támogatása, tehát igazából az intézmény oktatói is ide dolgoznak be a könyvtárosokkal közösen, tehát a tananyag fejlesztésekhez is az e-learning könyvtárat támogatást. A másik probléma az a digitális tananyagoknak, nem mondanám azt, hogy a hiánya, de minden esetre elég szűkösen vagyunk velük, tehát addig nem lehet igazából komoly e-learning könyvtári szerkezeteket, rendszereket kiépíteni, amíg megfelelő digitális tananyag háttérrel nem rendelkezünk. Ami Magyarországon jelenleg példaként szolgálhat, ez ugye a Sulinet digitális tudásbázis, ezzel viszont ezzel szemben azt hoznám problémaként elő, hogy önmagában megvalósítja a digitális könyvtár funkcióit, és ellátná ezeket a feladatokat, de sajnos itt is azt látom, hogy megint csak a könyvtárral való kapcsolat az, amit erősíteni kellene. Összességében a külföldi példák szerintem pozitív képet nyújtanak, és mutatják azt az irányt, amerre haladnunk kellene. Jövő szempontjából mit tart a legfontosabb lépéseknek? Milyen sorrendben kellene fölgyorsítani ezt a folyamatot? Hát én úgy gondolom, hogy első lépés, talán nem is első lépés, hanem maga a digitalizáció és a digitalizált anyagok számának a növelése az egy folyamatos feladat. Tehát ez mindig ott kell legyen a háttérben. Másik fontos dolog pedig, amit már említettem, hogy az e-learning ipar és a könyvtárak kapcsolatának az erősítése. Fiatal tanáraink fogtak össze egy téma kidolgozására. Milyen összefogással tudott létrejönni ez a téma? Tóth Tibor kollégámmal dolgoztunk ezen a témán. Ő az oktatástechnológia részét képviselte ebben az előadásban, amelynek a címe informatika és oktatástechnológia, én pedig az informatika részét.
a jelzett téma között milyen összefüggés, milyen munkakapcsolat van végül is, mit akartak kifejteni? Ez szerintünk érdekes, mert hogy korábban az oktatás technológia önmagában is megállt, aztán az utóbbi 10 évben egyre inkább a számítógépes támogatásra szorult, és mostában pedig megint megváltozik ez a helyzet, mert az informatika most már önálló lábakon áll az oktatásban, illetve az oktatás technológia is megtalálja a saját feladatát. Ön az előadásában mire helyezte a hangsúlyokat, miket emelne ki belőle? A legfontosabb az én szemszögemből, hogy az informatikának meg kell újulnia. Azt hiszem, még egy-két évig mehet az a gyakorlat, hogy alapinformatikát tanítunk a főiskolás hallgatóknak, de ezután valami más kell kitalálnunk, hiszen az alapinformatikai tudást már birtokolják a középiskolában. Lehet-e meríteni nemzetközi tapasztalatból erre a témára? Hol tartunk mi, ha nemzetközi összehasonlításban nézzük? Igen, azt hiszem, hogy lehet és kell is. Én úgy gondolom, hogy Magyarország, ahol a középmezőnyben van, érdemes megfontolni azokat a mintákat, amelyeket például az Egyesült Államokban láthatunk. Ott az informatika elsősorban a szaktárgyaknak a segítését szolgálja. Szerintem nekünk valamilyen hasonlót kell kitalálnunk a jövőre nézve. Mi a legfontosabb ebben? Inkább az elméleti fejlesztés, vagy a technikának kellene mellé tennie jobban? Én azt gondolom, hogy egyformán fontos. Egy jól megalapozott elmélettel és egy megfelelő technikai támogatással lehet igazán jó eredményeket elérni. Ön milyen jövőt lát itthon ezelőtt, a fejlődés előtt? Hová fog fejlődni? Mennyire vannak meg a föltételei a fejlődésnek? Szerintem ez nagyon változó. Például itt a főiskolán nagyon jó technikai háttérrel rendelkezünk, ez sem nem mondható el minden oktatási intézményről, de úgy gondolom, hogy mindenféleképpen a jövő útja az, hogy ezeket a technikai eszközöket az értékes tartalom megmutatásában használjuk. Jelenti ez azt is, hogy az Eszterházy Károly Főiskola egy picit előrébb tart és példát tud mutatni? Igen, azt gondolom, főleg főiskolai szinten. Szerintem az Eszterházy Károly Főiskola az egyik legjobban felszerelt, és a metódusok közül is az egyik legkiválóbb a főiskolák között.